Szevasztok srácok, Csipi vagyok, és megint megcsinálunk egy SBC-t a maradékokból. Így, hogy lassan vége tényleg a FIFA 17-nek, már csak ez a három SBC van bent. Ebből fogjuk most a Filip Lámot kipörgetni. Ugye ehhez a Squad Building Challenge-hez egy Team of the Week, vagy egy Foot Champs Reward játékos kell. 3 Team of the Season player, egy Once to Watch játék, 84-es rating és 70-es összhang. Hát mi ezt így hoztuk ki. Ugye beletettünk egy 72-es Champs Rewardot, illetve 3-ot, ahogy kérték, és egy Once to Watch játékost, amit valami déliknek autón nyertünk, ha jól emlékszem. De nézzük meg, hogy mennyibe kerültek így egyesével. A West Ham-es Hart, 84-es kapus, 2600, 1003 a Coleman. Ugye Cahill-t azt nyitottuk, 1000 volt a Fonte, nagyon olcsó, 3001 az Aspi, nem is olyan rég még 10000-be ment. És akkor a 3 Tots az ugye 38000, 33000, és ez sikerült levadásznom 25000-be. Egyik se voltam vészes, de azért jobb lett volna, ha mind ilyen 30000 körül van. És akkor ugye ez a Hessé, sose fogjuk használni. Ugye PSG-ből ment át, ha jól emlékszem. És akkor ezt a Dikármint is ugye kaptuk egy ilyen Foot Champs havi rewardba. Soha nem használnánk. Olasz bés, értetlen, ilyen szart kaptunk. És ezt a Kostát, ezt pedig szintén pakból nyitottuk, szóval nem is tudom mennyibe jött ki ez az SBC, de nem volt túl drága. Szóval nekünk így jött ki, olcsóbban ezt a variációt találtam ki, ehhez most nem néztem se a Footbinről, se sem mondom megoldásokat, hanem a meglévő játékosok köré építettem az egészet. Szerencsére nem vannak már az árak, így a sima aranykártyák is olcsók voltak már. Nyomjuk is el. És akkor végre miénk Filip Lám 95-ös kártyája. Atom brutál kis jobb szélső védő. Medium high a work rate. 3 csillag, 3 csillag, de azok a statok. 89-es gyorsaság, 98-as labdavezetés, 98-as defférték, 85-es fizika és 95-es passz. Szerintem az a 74-es ott egyébként azért ez kicsit kevés, mert rugdosott jó nagy gólokat, mivel amikor még CDM-et játszott ugye az előző FIFA-kba. Mehet a klubba. És akkor már csak ez a két SBC maradt. Hát 20 napunk lesz, hogy ezt a Xavi Alonso-t megcsináljuk, de megcsináljuk mindenképp szerintem. És akkor egy lépzelebb vagyunk ehhez a csapathoz. Na srácok, ennyi lett volna az a rövid kis Filip Lám End of SBC-s videója. Már csak az Alonso maradt hátra. Ha tetszett, dobd rá egy lájkot, iratkozz fel a csatornánkra, Csipi voltam, szevasztok!